Azt mondom, hogy légies és könnyed, neked mi jut róla eszedbe? Nekem az akvarelfestés. Ebből az online akvarelfestő tanfolyamból megtanulod, hogy milyen eszközök szükségesek az akvarelfestéshez, mi az a maszkoló folyadék, mi az az ökörepe, mire való, hogyan használd az akvarelfestést, hogyan tudod javítani, milyen stílusokban tudsz dolgozni az akvarelfestéssel. Az online tanfolyam 4 modulból épül fel. Az első modulban reprodukciós képeken keresztül, azaz mások által megfestett festményeken keresztül tanulod meg az akvarelfestésnek a különböző hogyan fest technikáit. Hogyan fest például sima vízfelszínt, hogyan fest tükröződő vízfelszínt, hogyan fest fodrozódó vizet, hogyan fest színátmenetes eget, hogyan fes felhőket, hogyan fes fákat, bokrokat, hogyan fes füvet, de arról is beszélünk, hogy hogyan fes harmadcseppeket a virágszirmokon. A második modulban a fényképről festésről lesz szó. Fotóról festeni mindig sokkal nehezebb, mint reprodukcióról, azért, mert neked kell kitalálni az ecsetkezelést. Sőt, akvarelfestésnél még azt is neked kell kitalálni, hogy a képnek egyes területeit milyen akvarel technikával fessed meg. Ebben a modulban 2 képet festünk meg. Az egyik egy havas téli tájkép, a másik pedig egy ködös erdei kép. Megtanulod ebben a modulban, hogy hogyan fess kék égre havas fákat, hogyan fess fehérre fehéret, hogyan fess ködöt, hogyan fes erdei patakot. A harmadik modulban a portréfestésről fogsz tanulni. Ebben a fejezetben mutatunk egy speciális eszközt arra, hogy hogyan tudod pontosan és precízen kidolgozni az emberi szemorszájat. Megmutatjuk, hogy milyen színekből kevert ki a bőrtónusokat, hogyan tudod egymásra vinni a rétegeket, és milyen stílusokban tudsz portrét festeni akvarellel. A negyedik modulban pedig megmutatjuk azt, hogy milyen stílusokban lehet dolgozni az akvarelfestékkel. Lehet vele úgymond lazán, könnyedén, akvareles stílusban dolgozni, és lehet vele úgy dolgozni, mintha akrilfesték vagy tempera lenne. Mind a kettőnek más a végeredménye, te döntöd el, hogy neked melyik tetszik. Egy képet megfestek mind a két stílusban, és itt nagyon jól fogod látni a különbséget. Nincs más hátra, mint rendeld meg ezt az online akvarelfestő tanfolyamot, és várunk a képernyő előtt szeretettel.